Szóra Katinus Játékmúzeum és Műhely egyik legérdekesebb darabja, ez a mozaik rejtvényjáték, vagy ahogy ma ismerjük, mindannyian ismerjük, puzzle. Ez egy egyszerű, közismert puzzle játék, csak hogy ennek a különlegessége az, hogy 1780-ban készült. Tudjuk róla, hogy mert hogy rá van írva erre a mozaik rejtvényjátékra, csak most a keret eltakarja, hogy Párizsban készült egy különleges kis műhelyben, és ez a felirat, amit a keret eltakar, ez így szól, hogy a készítés helyét jelölve, hogy Párizsban a szerzőnél, a jakubinusok fölött a Szent-Zsák utcában egy paróka készítő és egy fehérnemű varró nő között. Csak elképzelni tudjuk ezt a romantikus kis műhelyt, ahol megszületett a gondolat, hogy a korábban, nem sokkal korábban találták ki egyébként a mozaik rejtvényjátékot, és kifejezetten iskolai oktatásra használták, gyerekek oktatására, térképészetet, földrajztudományokat, történelemtudományokat oktattak vele, és itt pedig valakinek megszületett a fejében a gondolat, hogy legyen ez egy esztétikus, szép, érdekes, kalandos időtöltésre alkalmazott darab. Ritkaság, 1780-as, olyan értelemben is ritkaság, hogy a gyűjtemény egyik legkorábbi darabja, 1780-as, de magának a gyűjtésnek is egyik legkorábbi darabja, még a ház, a Szóra Katinus meg sem nyílt, 81 decemberében nyílt meg, amikor ez egy budai család villájából ideérkezett a gyűjteménybe. Egy valódi iparművészeti kis remek, falapra van ráragasztva a metszet, egy francia festő alapján készült, a kedvenc bárány, egy szerelmi légy ott, egy idill. 350 darabból kell összerakni ezt a képet, ami itt is látható, és hát maga az összerakás még egyéb kalandokat is takar, ugyanis az egyes részek szimbolikus jelentéssel is bírnak, mint a kártya színjelei is jelen vannak, vagy nyillal átlőtt szív, vagy egy ördögfej, és ezek a maguk korában egész biztosan, hogy sokat jelentettek a velejátszónak.